Na szavaztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik. Hát, rendhagyó videóval érkeztem hozzátok, valamennyire rendhagyó, mert én nem nagyon szoktam csomagot kapni. Igazából Zoltán gondolta úgy, hogy a ország másik feléből küld nekem egy ilyen pakkot, amiben különböző érdekességek vannak. Hogyha van kedvetek, akkor gyertek és nézzétek meg velem. Na, kerestem az állványnak egy jó helyet. Gyakorlatilag itt vagyunk a számítógép asztalomnál, én is itt bontanám ki, hogyha egyedül lennék, de hát itt vagytok velem, és akkor nézzük meg, mi van a csomagban. Próbálom úgy mutatni, hogy, vagy úgy fordítani, hogy ne látszon a feladónak a neve, mert azért gondolom valamilyen szinten nem lenne rossz, ha anonimitásba maradhatna. Oho, karácsonyi csomagolás, more! Gyerekek, hát csoda szép! Csoda szép karácsonyi csomagolás! Lehet, hogy végigvágom, nem akarok annyit küzdeni vele, meg akkor nagyon hangos egyébként. Milyen doboz ez? Mindig érdekel egyébként, milyen doboz. Hogy milyen dobozba raknak valamit, az olyan gyanús, hogy akkor biztos azt sokat használják. Engem még az is érdekel. Nosztalgia, szaloncukor. More, hát a karácsony van, gyerekek! Megjött a Mikulás! Nem, az Mikulás az idékor jön. Mikuláskor. Na, ha sodalatos noszalgi a szaloncukrot megkapta a Keeper. Nem az van benne, megsugom. Na, próbálom úgy itt kieszközölni. Gyerekek, ne morjál, ne szórakozzál, csodálatos dolgok vannak ebben. Egyébként ezt a buborékos valamit, ezt imádom a legjobban. Ezeket kiveszem ide. Drogot kaptunk, gyerekek. A drogkartel az már megint ide bevette magát. A héten nyújjat. Gyerekek, hát remélem, hogy minden rajt van a képen. Hát megőrülök, a kés az nem ott volt. Kést ajándékba nem szabad adni, mert izé van. Fennforgás. Jaj, gyerekek, te már! Jaj, nem már! Hát ezzel fogok holnap menni veletek. Jaj, ne vicceljetek. Mindenki nagyon tudja, hogy függő a izéket, a gyakbalkasztókat. A gyakbalkasztókat szereti a Keeper. Na. Ó, itt a szaloncukor doboz. Ezt elrakom, gyerekek. Ha jó lesz az még valamire, mi? Na, nem ambicültem. Na. Először is. A sodát. Tudom ám én, hogy mi ez. Ez pintáraszos. Keeper the tankes Paolo. More. Ebben hónapban megyek a melóba, aztán ezzel rajolok egyébként. Nem úgy gondoltam, hogy ebben dolgozok, hanem csak, hogy rajoljak benne. Hogy saját kiperes pólómmal. Kíváncsiak vagytok, mi van a csomagolásban, mi? Várjátok, először nézzük meg ezt a nyakbalkasztókat, ez nagyon masszív. Oda néz. Ez mi ez? DC? Hú, ez nem tudom micsoda egyébként. De ez ilyen nagyon durva, vastag. Vastag? Kuka! Én meg nem értettem, mert mondta a srác, hogy van benne egy kuka. Kuka, nyakbalkasztó. Kuka robot. Mondom, mi az a kuka robot? Ugye van egy olyan márkájú robot. Tudod, autói gyári robot. Aminek az a márkája, hogy kuka. Ja, mi izéket dolgoztuk, nem akba. ABB, ugye? És van ilyen izéje is, ne vicceljél. Hát ez ide mindenképpen, ezt nagyon izé. Megcsinálom magamnak. Holnap ebbe megyek a melóba. De viccelj. Na, és ezek egyébként ezek fognak nektek nagyon tetszeni. Ezt fogjátok élni. Csomagolás kifele. Ezt nagyon szeretitek majd, ezt tudom. Ez vágod. Remélem mindenki vágja, hogy mi. Egyébként melóból jöttem, remélem nem koszos a kezem, de hát ha nem, vagy koszos, akkor se baj. Ez se baj. Oda nézzé, tesó. Ezekről majd lesz videó, még komolyabb, úgyhogy nem kell megjedni, hogy most nem látjátok jól. Ezekről videók lesznek. Itt ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Oda nézzé, more. Végre a fókuszt is megtaláltuk. És ez fém. Ez olyan hideg, mint az atom, ez vas. Most nem kezdem megzélni, de ez szerintem vas. Ez vas, gyerekek. Ez nagyon jó. Ugye ez egy uvaz? Azt gondolom, hogy
úgy levágta mindenki. Várjátok, rendet rakok, azt akkor ide szépen sorba kisorakoztatjuk. A Paolóra rakom-e? A Paolóra? Oda rakom. Új, az? Na, még mi lehet benne, gyerekek? Na? 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 Az igen. Júj, Morene! Ezt én nem tudtam! Ne! Ne! Erről én nem tudtam, mert tudtam, hogy az van benne, de ezt nem tudtam, More! Az csodálatos! De miért ilyen hosszú ez az ezer kecsi? Ez egy ezer kecsi ilyen arányokkal rendelkezik? Ez olyan hosszú, mert tűnik, mi az? Limuzin? Long, mi? 1002-es L. Nagyon nagy a gyerekek. Egy 1002-es. Ez azért odavág. Erről lesznek képek, gyerekek, meg videó, minden. Ez nagyon... Ez tényleg fém. Tényleg fém egyébként. Nagyon gyönyörű. 1002-es. 1002-es Lada. Hát most már tényleg 1002-es Ladát kell vennem. És még van itt egy pajtás, gyerekek. Jaj. Már Daniel Schinder írja, hogy jaj, csak izé legyen. Goszatfahad, vagy Ikarusz. De nem. Még egy jó az. Egy csodálatos. Gyönyörű egyébként. Jaj, a színe. És akkor egy csoda, hogy a Ventom izé volt, mi? Zöld volt, katona zöld. Hát ez gyönyörű. Nagyon jó. Igen. Hát, ez megtisztelő. Nagyon szépen köszönöm az ajándékot, úgymond, mert igazából ajándék, ugye, egy nézőmtől kaptam ezeket a termékeket, dolgokat. Tényleg köszi. És lesznek róla videók. Ja. Most ezt megyek játszani egyébként. Egyébként olyan videóötletem van róluk, hogy ezt megőrültök egyébként. Na, jók legyetek. Köszönöm szépen még egyszer, tényleg. Mindenképp használni és hordani, és mindent fogok velük. Sziasztok!
Na szavaztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik. Hát, rendhagyó videóval érkeztem hozzátok, valamennyire rendhagyó, mert én nem nagyon szoktam csomagot kapni. Igazából Zoltán gondolta úgy, hogy a ország másik feléből küld nekem egy ilyen pakkot, amiben különböző érdekességek vannak. Hogyha van kedvetek, akkor gyertek és nézzétek meg velem.